230 táncos ropta a táncot a múzeumfaluban, Sóstón. A legbátrabbak beállhattak a táncosok közé, hogy a nagyon sokféle verbunk valamelyikét megtanulják. A verbunk leginkább férfi táncként létezik, de páros és csoportos formája is ismert. A verbunk tánc hagyománya a csárdással együtt 2019-ben felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékébe, s ennek kívántak a szervezők méltó módon hangot adni határon belül és túl. A verbunk napját először 3 évvel ezelőtt rendezték meg a Hagyományok Háza kezdeményezésére. Az idén 5 helyszínen ropták ezt a jól ismert táncot. Az idén úgy döntöttek, hogy mind az 5 helyszínt azonos mértékben meg is támogatják, tehát van egy kis anyagi forrás arra, hogy meg tudjuk rendezni, hát hiszen egy csomó minden szervezést igényel, zenekart, úti költségeket, és hát így aztán úgy gondoltuk, hogy itt ez a legjobb helyszín nekünk. A rendezvény résztvevőit Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnöke köszöntötte, aki elmondta, a magyar kultúra tartott meg minket a Kárpát-medencében, ezért át kell, hogy adjuk az örökségünket az utánunk következő nemzedékeknek is. A verbunk az egy olyan örökség, amelyből úgy gondolom, hogy lényegében kinőtt az a tánckultúra is, amelyet megismertünk. Lehet, hogy egy kicsit túlzás, de azért mégis, hogyha a néptáncot halljuk, akkor a verbunk szó az mindenkinek beugrik az elsők között. És ezért nagyon fontos az, hogy ennek a férfias táncnak azért teret adjunk, akár egy külön nappal is, és ezért vagyok én is nagyon boldog, hogy itt most a mai nap itt a Sóstói Múzeum faluban, amely ugye egy megyei érték, az külön a verbunkról szól, és az meg különleges, úgymond finomságot ad a rendezvénynek, hogy ma van a népmese napja, és a népmesei elemeket azért össze is kötötték itt a mai rendezvényen a verbunkkal, és ezáltal még színesebbé vált ez a program. A gála műsorban fiatal táncosok is közreműködtek, akik számára nagyon sokat jelent a néptánc. Mindennapos része a tánc, a kikapcsolódás, ami sosem fog elmúlni. Nekem is igazából, hogyha táncra megyek, én azt érzem, hogy ott megnyugszok, feltöltődök. Hát a közösség is nagyon jó, és meghatározó része az életemnek. A falu központban rendezett gálán a Nyírség Tánc Együttes mellett fellépett a Szabolcs, a Szatmár, a Bodrog és a Debreceni Népi Együttes is. A talpalávalót a Sziket zenekar húzta.